Sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra, Kisvakon csatornán szeretném megmutatni ma, hogy mi az ábra a gyömbér és a kurkuma, ilyen ládában történő idei termesztéssel. Most aki ilyesmit szeretne, annak elmondanám, hogy mikor fogtam hozzá, és mit hogyan csináltam, hát ha segítséget nyújt. Ugye itt elő a gyömbér látható, mellette ott kurkuma. Kurkumának valamilyen gombás megbetegedése van, ahogy azt látjuk. A gyömbér is elkapta ezt a dolgot, ennek is megvannak ezek a foltok a levelén. De hát amúgy is, most már jönnek a hidegek, ezek délvidéki növények. Mind a kettő egy gyömbérféle, ugye a kurkuma az egy fűszernek, egy porrá őrölt fűszernek használt, hát kb. 3 milliárd ember fogyasztott szinten napi szinten gurkumát Ugye Indiában, Angliában, ugye a körének egy alapanyaga, és Kínában is egy nagyon közkedvelt fűszer, és nem csak fűszer, hanem gyógynövény, és a gyömbért szintén nem kell bemutassam, ezt is nagyon sokan használják, szintén fűszerként is, meg mi egymás célra. A lényeg az, hogy én ezekhez, úgy fogtam hozzá, hogy már amire májusi melegek megérkeznek, ki tudja műltetni őket, tehát addigra már kifejlett példányok legyenek. Ezért aztán márciusban, ha jól emlékszem, március első hetében fogtam hozzá a gyömbérhez, és egy hónappal később, áprilisban fogtam hozzá a kurkumához. Mind a kettő május elsőjén lett kiültetve, idén fagyos szentek ugye nem voltak. Uh, általában ilyen 22-23 fokok voltak fagyos szentekkor már, éjszaka sem ment 10 fok alá, tehát én már május 1-én kiültettem őket ebbe a ládába. Uh, fontos azért, hogyha mondjuk nem ládában, nem szabad földbe ültetjük ki, azért a föld már legyen legalább egy ilyen 15 fokos, mire kiültetjük őket. Uh, ugye a Két növényt, mind a kettőt már több egyére ültetem, van videón feltéve a gyömbér termesztésről is, tavaly is volt gyömbér, akkor mézes gyömbérnek tettem el, ilyen különböző ázsiai kajákat, hogy összedobunk, abba szoktuk használni, illetve megfázáskor, sőt akár teát is lehet belőle készíteni. Azt kell tudni, hogy aki nem akarja őket kiszedni a földből, tehát aki nem a gumó miatt termelte, hanem csak mint szobanövény szeretné tartani, az, hogyha most már megjöttek ezek a hidegek, és még ugye él a gyömbére például, akkor vigye be a melegbe. Viszont arra készüljön fel, hogyha megfigyeli a gyömbérnek a szárát, látjuk, hogy milyen közelülnek egymáshoz a levelek, ez azért van, mert nagyon sok napfényt kapott. Hogyha bevisszük a házba, és kevés lesz a napfény, akkor ezek a levél közti íz közök, ezek rettenetesen megnyúlnak, ugye most látjuk itt egy centi, ott két centi, itt is két centi. Na ez benne a házba gyenge fényviszonyok mellett télen lesz egy tenyérnyi a két levél között, és meg fog nyúlni a gyömbérünk, hát ilyen szinte két méter magasra. Tehát úgy vigyük be melegre, hogy ennek tudatában legyünk. Kurkumával kevesebb tapasztalatom van, konkrétan kurkomát először teszek, gyömbért, gyömbért, pedig hát legalább negyedjére. Na most ki fogom őket ásni, és akkor egyúttal meg szeretném mutatni, hogy mi termett talatta, és mit fogok belőle készíteni. Még annyit talán elmondanék, hogy aki szeretne ilyet ö, önmagának, mint növény nevelni. Nekem a legbeváltabb módszer, többféle módszer próbáltam simán elültetni, stb. stb. Első alapszabály az, hogyha ugye veszünk egy gyömbérgumót a boltból, vagy egy kurkumagumót a boltból gyökeresztetési céllal, akkor mindenképpen biót vegyünk, és most nem azért, mert ilyen eltúlzott biománián van, hanem azért, mert a nem bió gyömbér gumó, vagy izóma, és a nem bió minősítésű kurkuma rizoma, az bizony nagyon könnyen kaphatott egy fürdőt egy vegyszeres lében, ami a, a csírázást gátolja, tehát csírázás gátlóval lehet kezelve. Egyébként ugyanez az információ igaz batátára, édes borgonyára is. Úgyhogy azért vegyünk minőségűt, mert az nincs kezelve, tehát az biztosan meg fog fakadni. Többféleképpen lehet. A gyömbért egyszerűen letesszük egy meleg helyre, általában magától is megindul, a kurkuma az már nem annyira. Én mind a kettőnél úgy figyeltem meg, hogy a legjobb módszer az, hogyha pontosan ugyanúgy járunk el vele, mint a batátával, azaz néhány fogpiszkálót beleszúrunk a a rizómába, majd belelógatjuk egy üvegbe, amiben víz van, körülbelül a gumónak a felét. A fele csüngjön ki a vízből, a fele pedig érjen bele a vízbe, és akkor nagyon-nagyon hamar mind a kettő megindul. Na, ássuk ki! A gyömbérrel indítok, ki őket egy kicsit, levágtam a felső zöld részeket, és akkor már korán kézzel kiszedni, hogy lássuk, mi lett alatta. Látszik, hogy egész ideje húzódott a gyömbér. Itt van olyan szár is, amelyik ma most kezd kibújni a, a földből. Az is lehet, hogy egy gumót megtartok majd így, és egy cserében eltárolom télre. jól látható, hogy itt van az a gumó, maradéka, amiről az egész megindult. Tehát ez lényegében a, az elvetett, vetett nevezzük így rizóma, és ez az, ami lett belőle. Kicsit megmosom, és akkor megmutogatom. No, három darab gyömbér lett elültetve. Ezeket meg is tudom külön-külön mutatni. Ugye az egyiket már megmutattam, az ez volt. Itt a másik, ez a pici diónyi darab középen, tehát ez. Ez volt elültetve, és amiről a kinőtt ezek a amiket nevelt. De ez a leggyengébb volt, amit most mutattam. Megmutatnám a másik kettőt is, ha ő is akarja. Ez a másik. Hát ez volt az, ami erről termet, Tehát egy darab gumóról, egy darab ekkora méretű gumóról lett ez. És itt a harmadik, és egyben utolsó, amelyik. Erről a nagyobb acska gumóról termett, hát erről egy jóval nagyobb mennyiség. Na most, ezekből én most egyetlen egyet, ezt a legutolsót, egy, ezt vissza el fogom ültetni egy kis cserébe, a többéből pedig idén ki szeretném próbálni a gyömbérsört. Na, következzen a kurkuma. No, tudni kell, hoppá egy kis katica bogár. <laughs> Na, Tudni kell, hogy a kurkuma az egy gyógynövény, ugyanúgy, mint a gyömbér egyébként, hiszen rokonok. Uh, gyulladáscsökkentő. csökkentő, legerősebb hatása, öregkori derékfájásra, uh, bél, vese, máj működés, uh, Pszivroham megelőző hatás, stb. stb. Kutatott növény, rengetegen orvosilag is kutatják, ugyanis az a helyzet, hogy Indiában nagyon kevesen szenvednek például Alzheimer korban, és hát annak tudják be, vagy annak tulajdonítják, hogy rendszeresen fogyasztanak kurkumát. Úgyhogy bizony, bizony, nagyon sok. egészségügyi hatása van, pozitív hatása a rendszeres kurkuma fogyasztásnak. Persze nagyon sokat kellene fogyasztani ahhoz, hogy komoly hatása legyen, ezért inkább ilyen kivonatokat készített a gyógyszeripar belőle, mert amúgy meg kilószám kéne a kurkumaport fogyasztani, hogy valós hatása legyen. Kicsit kibontom, és megmutatom ezt is. Na, no, egy kicsikét kibontottam, hogy meg tudja mutatni. Itt látszik, hogy egy növényt azért meghagytam levelestől. Ez az, ezt majd újra fogom ültetni. Tehát ebből is egyet megtartok, mint a gyömbérből. De itt már nagyon jól látszanak a kis lemosás után azok a gumók, rizomák pontosabban, amiket ő termel. Ezek azok a rizomák, amiket szárítva és darálva a kurkuma kialakul. Most egyet kivettem, hogy megmutassam. Itt már a törési ponton nagyon jól látszik a, a narancssárga, narancssárga élénk színe is a rizomának. Innen jön a, az egyik elnevezése is, az, hogy indiai sáfrány. Hát így néznek ki a kurkuma rizómák. Látjuk, hogy több helyen is. Én most szét fogom szedni ezt az egész gombócot, kiszedegetem belőle a rizomákat, de van olyan, amit vissza fogok ültetni. Tehát itt azért hagytam meg ezt a kis leveles részt, mert ezt vissza fogom ültetni. Ennek az az oka, hogy egy csodálatosan szép virágot terem másodéves korára szokott, és ez olyan gyönyörű kis virágocska, hogy vágott virágnak is értékesítik, mégpedig egy hát egészen drága vágott virág. Beteszek ide róla egy képet. No hát, ennyi lett volna a rövid kertészkedés, most bizonyos részeket újraültetek, bizonyos részeket kiválogatok. Gyömbér, kurkuma, és a gyömbérből idén kipróbálom a gyömbérsört, erről aztán fogok készíteni egy videót is. Van egy barátom, aki hát nagyon-nagyon imádja, és nem tudom elképzelni, hogy miért, de most legyártom a receptjét, és akkor kiderül, hogy miért is olyan jó. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, ennyi lett volna mára, egy kellemes hetet, viszlát!